Meg kell változtatni az unió migrációs szabályait, mert azokat egy egészen más időszakban és helyzetben alakították ki. Erről beszélt Áder János, miután a lett elnökkel tárgyalt a Sándor palotában. A magyar államfő azt mondta, mivel drámai helyzet alakult ki a fehér orosz lengyel, és részben a lett, valamint a litván határszakaszon is, ezért Magyarország lettországnak is felajánlott a segítségét a határvédelemben. katonai tiszteletadással fogadta a lett elnököt Áder János köztársasági elnök a Sándor palotában. A családok szerepe a keresztény értékek védelme mindkét országban egyformán alkotmányos kötelezettség. A négy szemközti és delegációs megbeszélést követő sajtótájékoztatón Áder János kifejtette, lett partnerével sok mindenről hasonlóan gondolkodnak, például az alkotmány tekintetében. Mindkét országban, lett országban is, és Magyarországban is azt gondoljuk, hogy az Európai Unió a nemzetek Európáját jelenti. Nem egy föderális Európát, hanem a nemzetek Európát. Egész Lewic, lett elnök elmondta: Az EU 27 tagállam uniója, ezek mindegyike olyan demokratikus ország, ahol a jogállamiság elvei érvényesülnek. Ugyanakkor az unióban van egy sokszínűség is, de ettől még biztosítani kell a nemzetállamok alkotmányos, kulturális, hagyományos értékeit. A megbeszélésen szó volt a belorusz-lengyel határon kialakult migrációs válságról is. Lettország határán jelenleg is több ezer migráns próbál bejutni az unió területére. The same also to... Fehér Oroszország esetében határozott fellépésre van szükség. Az EU-nak és a NATO-nak foganatosítania kell a szükséges szankciókat, mert ezek működnek, és a fehér orosz rezsim kezd rájönni, hogy nem tarthatja fenn sokáig a jelenlegi helyzetet, fogalmazotta lett elnök. Áder János ezzel kapcsolatban arról beszélt, egyetértés volt kettejük között abban is, hogy a drámai fehér-orosz-lengyel helyzet rendezéséhez uniós szintű változtatás kell. Egyetértettünk abban, hogy meg kell változtatnunk az unió migrációs szabályait, amelyek egy egészen más időszakban, egy egészen más helyzetre születtek meg. A magyar államfő hozzátette, fontos a közös uniós határok védelme, a határozott fellépés, hogy eltántorítsák Fehérorszországot a további provokációtól. Emellett pedig a humanitárius szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen jön a tél, aminek több ezer migráns van kitéve. A múlt hét elején Magyarország felajánlotta segítségét a lengyel elnöknek, és most megtette ugyanezt a lett államfőnek is, tette hozzá Áder János. A lett elnök Kövér Lászlóval, az országgyűlés elnökével is találkozott a parlamentben, Orbán Viktor pedig a Karmelita Kolostorban fogadta. A miniszterelnök biztosította őt Magyarország támogatásáról az illegális migráció elleni küzdelemben. A megbeszélésen kiemelték az EU külső határvédelmének fontosságát és azt, hogy Brüsszel ehhez nyújtson a tagállamoknak megfelelő anyagi segítséget.